Barbara, Miss Jackson. Sziasztok! Én Norbert vagyok, és most itt vagyunk az F1 2019-ben, és folytatjuk a karriermódunkat a francia nagy díjjal. Hát, hogy az előző futam az nagyon is jól sikerült. Hogyha meg akarjátok nézni, akkor megtudjátok a YouTube-on is, és itt a Twitch-en is, hogy mi volt ott. Jó kis verseny volt. És ugye a fejlesztésünk az jött ide, kettő is, de abból csak az egyik sikerült, ugye a motorfejlesztés. Pont a lényeg. Na de csapassuk is neki az első szabad edzést. Join us here in France at the Circuit Paul Ricard for an exciting free practice, hopefully setting the mood for the rest of the weekend. A lot of focus is naturally on the drivers, but it's really important for the mechanics to get everything right as well, as one little mistake could cost the team and one of their drivers the race result. These guys are so meticulous and they train and perfect everything that they do. Without question, they feel the pressure in the same way as the drivers, and they share the responsibility to ensure that the car makes it to the end of the race. Na nézzük ezt elsőt. Ha úgy sor szabad edősen, igen. És a verseny fullosan esős lesz. Akkor mindent csinálunk sorrendben. Mert ugye a versenynek készülni kell. Ha mondjuk nem, mert akkor a második szabad edősen csinálják ugyanaz időmérőt. Akkor a végére még majd hagyunk versenystratégia mellé valami programot. Azt arra mindig van benne egy zöld. Hát ez nem igaz.
Hiç çizemediler. Buraya bakalım oyunu problemi. Nasıl kayana bu mi kesel işiş program. Okay, the foolish. Sen onu nasıl kandın? Zsír. Na, vetünk is tovább. The session has drawn to a close, so let's review our top three. Na, 236 pont az teljesen oké is. És akkor jött a második szabad edzés. És akkor vagyunk most az időmérő, és követ most szerintem az üzemanyagost. Ezt a kettőt és a másik kettő meg marad a harmadik szabad edzésre.
elég megy a hátrányunk. Most itt a hátányunk. Elég szar ahhoz képest. Na csak jön az üzemanyagos programunk. A basszus most lassan már elkezdés az eső. Teljesen okés. Mondjuk, ha kimondom, akkor lesz szar a köridő. Na, menjünk tovább. Time to remind ourselves of our top three, who are Hamilton, Bottas. Csak 55 pont az nem a legjobb. Na menjünk a harmadik szabad edzésre. Kezdjük akkor a versenystratégiával.
Na, még egyre nem fog esni az esély majd a versenyen. De lényeg, hogy ezt esélyes körülmények között kell, hogy megcsináljam. Hát egyelőre nem rossz, már meglátjuk a végén mi lesz. Szarod, milyen nagy hátrányunk lett a végére. És akkor mi maradt az erszes? Hát nem lesz egy jó hétvége. Szabad edzések alapján. Tíz perc múlva csökken az esőnek a erőssége. Ám egy és kettő, ez esélytelen. Thank you.
And with all the cars now over the line, let's see our top three again. Russell. A motortéren mi jól állunk. Na, menjünk az időmérőre. But this is still a difficult session as our drivers fight for pole position. Welcome to qualifying for the French Grand Prix. Joining me in the commentary box today, Anthony Davidson. This is really the moment that the pressure picks up at, I think. All of that data from practice will have gone into formulating the team's strategies today. It's obviously incredibly important to the teams to try and stick to the game plan. Is it just down to the driver to execute that? Simple as that, isn't it, Crofty? The teams clearly have their strategies in place, but now it's time just to let them get out there and do what they do best. But you are right, it really is up to the drivers out there, not just to deliver on teams' predictions, but also to deal with the things they can't predict. Clear focus and a calm head, that's really what they need. Na, húzzunk is kifele. Any trouble getting into the next session? So don't push too hard. Most én csak Kubizát tudtam megelőzni. De nem valami jó.
Ilyen kapokszó. Hát amilyen jó volt az autó, az előző verseny itt annyira szar. Utolsó előtti vagyok csak. Elég nagy hátránnyal. Ugye beállításon már nem lehet változtatni, mert parkfermi szabályok vannak. Egy helyet jöttem előre. Szinte semmi. Hú, de küzdeni kell az autóval. Előre jöttem.
Annak annyi. Csak egy 18. hely lett ebből. Még nem voltunk messze a bajítástól. Na hát akkor jöhet a motorcsere így. Az a két hely már nem azt nem szoroz. Csak 55 pont, amíg a sejtető volt. Obviously I expected a better session, but these things happen from time to time. Try to make up for it in the race. Welcome to Le Castellet as we return from across the Atlantic for the 2019 French Grand Prix. Reintroduced to the Formula One calendar just last year after an absence of almost three decades. The circuit Paul Ricard, where racing legends such as Alain Prost gave us some turn one excitement before Valtteri Bottas and Sebastian Vettel and a commanding victory from Lewis Hamilton gave us a brilliant race last year. What, I wonder, will it have in store for us this season? We have 15 corners here at the circuit for Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The rain is coming down and making for a slippery racing surface, but luckily there is plenty of runoff available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. Alongside me to discuss all the action today is Anthony Davidson. Thanks for joining us, Ant. And tell me, you were down in the pit lane earlier. How do you think the track conditions are today? Well, the surface looks clean enough, but I'm a little bit worried about the track temperature. It's pretty cool out there, which could give some teams difficulties when it comes to keeping their tyres in the right operating window. The cars out there that work their tyres hard and really put a lot of energy through them, they'll be the ones that are better off. It's time to see how our drivers are standing up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position with Lucas Weber alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Vettel, Pierre Gasly and Perez. Butler, Leclerc, Verstappen and George Russell. Sainz, Norris, Kimi Raikkonen and Ricciardo. Raikkonen is a fiend with top 10, but McLaren nem volt jó itt. And Lance Stroll, Kubica and Ocon. Now it's time to head down to the track. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Na, csak abba bízhatok, hogy a kocsinak jó lesz a tempója. Start. Watch the RPM on a full start. We don't want to bog down.
nézzük a rajtot. Hát ez nem volt a legjobb rajt. Lucky. De nem lehet látni semmit. Felfele. Lila volt a középső szektor. Ó, jó lesz itt a kocsi. Valakivel történt valami. Egyik Ferrari-val. Nem, Bottas kiesett. Green flag.
gyorsítás volt, jó volt. Tempó nem nagyon van meg. Na lényeg, megelőztük. És lassan érjük be a többieket. Jó lebő, egyben van az élmezőn. Lesz. Na, lassan pontszerzés.
ezen az autóban az erőt, hogy a dobogó is meglegyen a kár. Előre azt a rohadt. Ki vezet? Weber. Hát ennek nagyon gondja van a Verdával. Na, a kettő is megvolt az egyenesben. Már a hetedikek vagyunk. Jövünk felfele. Most se tudom ki a leggyorsabb kör, hogy mennyi. Jó lenne megdönteni. Hát most már tudom, hogy az enyém. Bátlám, hogy próbálkozott, de felesleges volt.
nem volt jó kigyorsítás. Hát ez hülyes, köszönöm. Hát én rajtuk már nehezebb össze átmenni. Jó volt a kigyorsítás. Csak hát erős az a racing point, az a baj. A másik Mercedes is megkotlott. De
design bizony. Reméltem is kiesett. Ez pont jó volt arra, hogy feltöltsem az ERSZ-t. Menni kellett volna a boxba. Na, ide is van mindegy. Most vissza, nem basszok el rajkén a versenyét. Thank you.
4 seconds. Get in. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Világ, kértem Perezék elé. Akkor még egy jó is volt, hogy mentem még egy kört. So far. Két lila a végére. Szerintem Gasti Tamarodon fogjuk érni. Keep managing your tires. Manage your tires.
Van egy olyan sejtés, ami az első, az nem lesz meg. Túl messze van Weber ahhoz. Maximum akkor lesz meg, ha kiesik. Pont megcsúszott Gasly is. Azt szépen megelőztük. Kizetszett ment az előbb. Eljön ahhoz képest. 43-5. Jó, akkor gyorsabb vagyok, mint ő. Csak 13 másodperce van.
másodperc. És tudod, hogy kapott egy másodpercet. Aztán nézzük is meg. Hát közel egy másodpercet, ja. This lap of the race so far. Hát itt majd csak be kell hozni az autót és ennyi. Verstappen megelőzte Raikkonent, meg Perezt is. Meg Raikkonen előtt már levót volt. Lehet csak a utolsó pont szerző helyen van. Még azt mondja, hogy nézhet egy újabb dobogó, hogyha Verstappen nem hapolja előle. Nagyon megy rá a fiú.
most Raikkonen 5. vagy 6. Gap to teammate behind is 11.8 seconds. They're on old inters. They're in sick. The time last lap was 1:44.2. Target. Drop down to mix too soon. Na jó, tőle meg futunk a leggyorsabb körnek, hát tudunk javítani rajta. Végén elrontottam. Majdnem jó volt pedig. Na de most már spóroljuk a dolgot. Az üzemanyag fogyóban van. Rain should be stopping anytime soon.
Hát Raikkonen az szerintem maradni fog hatodik. És az úgy csókolat is megkezdtük. Leggyorsabb körben a javítás, mert tuti nem lesz. És Weber megnyerte a Ferrari-val. Ez az. Ez szép volt. Tól sorol a másodikra. Meg se gondoltam volna, hogy jó lesz a tempója az autónak. Ezért mondtam én, hogy a szabad edzésen, ami volt ugye fullos eső ott, az nem adott reális képet. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how everyone can be a team sport. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known. So it's no surprise that Max Gasly come out on top once again. Nagy hazai pilóta felt a dobogóra. Szerintem minden pályán jól lesz az autó, akkor így. Ha itt is ilyen szám volt az időmérés, piszok jól ment az autó. Na, 2-3 pontot szerzett. Én lettem a nap versenyzője. És rohadt nagy előnyünk van. 66 pont. Ez majdnem 3 futam győzelemnyi előny. És Weber ezzel a győzelemmel megelőzte Räikkönent a bajnokságban. Gaslyman megelőzte Perezt a dobogónak köszönhetően. És vezetjük a konstruktőrit is, 63 pont előnnyel. Itt nem változott semmi, minden maradt úgy, ahogy volt. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. You were cutting your way through the field during the race. Lucas seems to have hit his stride. There wasn't much between you and Lucas. You and Lucas seem to enjoy yourselves up on the podium today.
Appreciate your time. Na, mindkettőjüket levertük a rákba. Király, 1089 pont. És egy újabb szerződés, hát nyilván nem megyünk sehova. Maradunk itt. Tavuson gondoltam. Let's try something else. We're asking for too much here. Ej, pocs szar. Akkor legyen ez. Egy majó lesz. All right, the terms been agreed. All that's left is to sign the paperwork. You'll be on this new deal. Na és akkor fejlesztünk. Ó, ez egy 600 pont. I recommend we could go for something like this. Azt ajánlja, hogy javítsam meg azt, ami szar lett, ugye? Motorerője, akkor csináljuk ezt. És ezt, ami elromlott. És akkor így három fejlesztés is jön az osztrák versenyre. Na nézzük meg, hogy sikerül-e. Zsíje, sikerült mind a három fejlesztés, itt is összeső, de itt nem a verseny végéig. Na és Räikkönen Perez helyet cserélt. Perez jött a McLarenbe Räikkönen helyén, és Räikkönen ment a Racing Point a Perez helyére. Vagyis új csapattársunk van Perez személyében. Na, akkor király. Na, nézzük meg, hol állunk a fejlesztéseknél. Azért fejleszett a Red Bull is. Hát a Racing Point maga Mercedes az nem, a Ferrari fejlesztett. Toro Rosso is, Renault is, meg a Williams is. Na hát ez már ennyit mondom, remélem élvezhető volt. Ha így van, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube-on, vagy kövessetek be egy Twitch-en. Facebook oldalon GTA Club, minden elérhetőség ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok! One, two, three.